Az egykori olajipari technikumban végezte középiskolai tanulmányait Benkóczi Péter. Bár már gyerekkorában is érdeklődött a festészet iránt, végül teljesen más irányba sodorta az élet. Gyerekkoromban festettem sokat. Volt egy Györfi nevezetű általános iskolai festőművész rajztanárom, és ő mindig azt mondta, hogy fiam, te ne csinálj más, csak fessél. De hát engem elsodort a zene, meg a kézilabda a vasasba, úgyhogy aztán abban maradt. Akkor az egyetem jött, az olajmérnöki, gázipari mérnöki kar, a diplomázás, utána pedig dolgoztam több mint 40 évet az olajiparban, a MOL-nál és az elődjénél, és egyéb MOL cégeknél. És ezelőtt 20-valahány évvel, 22-23 évvel valaki megkérdezte tőlünk, hogy mit csinálnánk, hogyha lenne elég időnk, meg pénzünk, hogyha az nem lenne gond. És akkor én nekem az egyik válaszom ez volt, a festészet, és akkor újra kezdtem. Már gyerekkoromban minden könyvet megvettem, meg fiatalkoromban, ami a festészetről szólt, és hát így képeztem magam, és nem is hívom magam festőművésznek éppen emiatt, hogy én nem végeztem akadémiát. Tehát nem is járna nekem igazán ez a titulus, hogy festőművész. Én autodidakta festőnek tartom magam, mert mindent a saját erőmből tanultam meg, és a művésztelepeken, alkotótáborokban a mestereimtől lestem el bizonyos fogásokat, és aztán, ahogy ez lenni szokott, egy idő után elkanyarodtak valamelyest az útjaink, de az alapokat a művésztelepeken szereztem meg. Ezek nagyon sokrétűek voltak, külföldön, Magyarországon, és a legtöbbet a Gonda Zoltán nevű képzőművésztől tanultam, ő egy debreceni festő, akivel közösen járjuk a művésztelepeket, ahova meghívnak bennünket. A festő idén töltötte be 75. életévét, és ez a 60. önálló kiállítása. A szerelmem nekem a természet, kisvárosok, faluk, főleg Erdélybe 20 éve szervezünk a Gonda barátommal egy alkotótábort, és hát az ottani erdélyi környezet az, ami nagyon megfogott engem, az ottani természet, a régi letűnt időknek a dolgai. Ugye most az Erdély Romániához tartozik, és ott megtalálhatók még a régi erdélyi magyar emlékek. Nagyon sok festményem készül ott, ezen a Nagypetri alkotótáboron, és hát ezek bontakoznak ki itt a magyarországi falvakban is. Templomokat festek, fognak látni olyan festményt, ahol ugye talán itt is van belőle egy, ahol ugye több mint 20 éve festünk, és az ottani kis templomocska, ami 1200 körül épült, és hát ezek gyönyörűségek, és ezek az én, ez az én világom, ezeket szerettem igazán a legjobban. Hát néhány modernet is csináltam, azt is szeretik, főleg a fiatalok viszik, mint a cukrot, de hát nem az én világom igazán, de azt is csinálom. Péter elsősorban az akvarell technika szerelmese. Az akvarell nekem egy gyors technika. Egyetlen probléma van vele, hogy nem javítható igazán. Tehát már előre fejbe kell látni, hogy mit, hova akarok tenni, mit, hova akarok, milyen színekkel festeni. Tehát nekem egy ilyen 40x60-as vagy 50-es festmény akvarellbe az egy, mit tudom, meg tudom csinálni egy fél nap alatt. A pasztal az egy kicsit macerásabb, mert ott még fixálni kell közben. És az olaj a legmacerásabb, ugyanis az olajnak meg kell száradni, hogy újabb színeket, rétegeket tudjak felvinni, amik ugye egymást alatt is lazúrosodnak, de közben száradni kell, meg különben összemosódik minden. Tehát van bele macera, de hát mit tudom, egy alkotótáborban szoktam, ha olajfestményt veszek, akkor ilyen egy hét alatt ilyen 4-5 festményt csinálok, amit nem mindig tudok befejezni, mert nem szárad meg, hanem amit nem hagyok ott, és elviszem haza, azt otthon befejezem.
és ezek kerültek így most kiállításra. A válogatás november 5-ig megtekinthető a HSMK Ősze András galériájában.